Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon elindul nemzetközi vándorútjára egy rendkívüli kiállítás. A 18. század elején egy Dél-Kínából induló dzsunka a fedélzeten több mint 130 ezer porcelán tárgyal, a dél-vietnámi Kámau közelében, tűz következtében a hullámsírba kerül. Közel 300 évvel később a vietnámi Nemzeti Történeti Múzeumnak köszönhetően újra a nagyközönség elé kerülhet ez a páratlan lelet. Porcelain Dezsőnek és Magicsiának volt egy ilyen vitája. Porcelain azt gondolta, hogy a tenger az, aminek látszik, és ezt énekelte meg. Babics ezt megvirálta, mondta, hogy jó, de hol a mélység? És akkor Porcelain azt válaszolta, hogy az erre írott versében, mit hoz néked a búvár, ha fölbukik a habból, kezében szomorú sár, ezt hozza néked abból. Nos, bármilyen szép is ez a strófa, azért azt gondolom, hogy Porcelain Dezső itt ennek közöttünk, ő maga is beismerné, hogy a búvár keze nem csak szomorú sarat hoz föl a tengerfenékről, hanem olykor legizgalmasabb kincseket is. Úgy gondolom, hogy egy új trend követéseként nem véletlenül került egy Budapest egyik kiemelkedő szórakoztató és bevásárló központjába, hiszen Európában és Amerikában a szélesebb közösség elé, a fiatal generációk közé viszik a magasabb kultúrát. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a kiállításnak elsőként helyt adhatunk. A Trégelmi cégcsoport és a Westend ez nagyon nagy szeretettel ad helyet ilyen típusú megkereséseknek. Dacára vannak, hogy igazándiból azért a fő profilunkhoz az üzlet teljesének vértadása és a kereskedelmi tevékenységek folytatása. De nagyon reméljük, hogy a kiállítás időadott 2,5 hónapja alatt 3-4 millió ember látja majd ezt a kiállítást. Ha más nem, csak kívülről ne vegyenek jegyet. Én azt gondolom, hogy az is nagyon elegendő lesz már, hogy ez a 3-4 millió ember szembesül abban, hogy vannak ilyen dolgok, hogy a hétköznapi élete során találkozhat ilyen kulturális pillanatokkal. Szeretném, hogy amennyiben tetszik, jó hírét vinnék a kiállításnak, és hát úgy gondolom, hogy ez a kiállítás méltó a Délket-ázsiai Aranymúzeum gyűjteményhez, és hát megmutatja azt, hogy az elnök gyűjteményben milyen fantasztikus tárcsoportok találhatók. Köszönöm szépen!